átadták a felújított MED Hotelt. Civil adományból újult meg a Vármegyei Oktatókórház emelt színvonalú ellátó részlege. Életünk forrása és tükre a Vízvilágnapja alkalmából szervezett előadássorozatot a Nyíregyházi Egyetem. Szolgálatban a Nyírségper egy új tűzoltógépjármű fecskendő állt rendszerbe Nyíregyházán és Mátészalkán. Bár a koronavírus idején bezárták, most teljes körű felújítás után újra kinyitott a Nyíregyházi József András Oktatókórház sebészeti tömbjében a MED Hotel. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kisvárdai Master Good cégcsoport mintegy 285 millió forint értékű támogatást ajánlott fel a szállodai részleg korszerűsítésére, amit elsősorban a frissen műtött betegek gyógyulására hoztak létre. Az átadó ünnepségen elhangzott, a civil felajánlások hatalmas segítséget jelentenek a Vármegyei Kórháznak. A József András Kórház egyik legrégebbi épülete a sebészeti tömb, ahol szerdán az épület negyedik emeletén ünnepélyes keretek között vágták át az új József MED Hotelt megnyitó szalagot. Az eseményen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház vezetősége köszönetet mondott a beruházás anyagi hátterét biztosító Master Good cégcsoportnak, amely mindegy 285 millió forintot ajánlott fel az intézmény korszerűsítésére. A mai magyar egészségügyben ugye borzasztó nehezen tudunk ötről a hatra haladni, nehezek a finanszírozási viszonyok, a kórházaknak a pénzügyi ellátása, a kórházaknak a gazdasági előremenete nagyon nehéz, és épp ezért azt hiszem, hogy ennek az egyik legfontosabb üzenete, hogy egy ilyen nagyszerű felajánlással azt gondolom, hogy hosszú évekre, évtizedekre meg lehet alapozni egy osztály bizonyos osztálynak, részlegeinek az előrehaladását, és az, mert nyilván azt kell lássuk, hogy az állami finanszírozásból véhetően nem tudtuk volna ezt a ilyen színvonalon biztosan, de egyáltalán ezt sem tudtuk volna kivitelezni, és ez a nagyszerű felajánlás ez lehetővé tette azt, hogy ez a gyönyörű hotel itt kialakuljon nálunk, és nyilván a betegeink ebbe tudjanak gyógyulni. Ajzner Éva megbízott főigazgató azt mondta, bár a magasabb színvonalú kórházi elhelyezés nem lesz ingyenes, a szükséges kezeléseket, illetve vizsgálatokat a TB az itt elhelyezett betegek esetében is támogatja. Nagyon fontos azt látni, hogy a többletköltség az kizárólag a hotel elhelyezés szempontjából merül fel. Az egészségügyi szolgáltatásnak valamennyi szegmense TB támogatott marad az itt fekvő betegek számára is. Tehát az ápolási személyzet munkája, a diagnosztikai vizsgálatok, a sebészeti beavatkozás maga, az orvosi vizitek, azok mind-mind TB támogatottan fognak a továbbiakban is történni. Csupán az extra hotel helyezés az, amiért többlet díjtételért fordulunk a betegekhez. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere beszédében kiemelte, a kórház számára nyújtott felajánlás példaértékű gesztus a cégcsoport részéről, és ez fontos üzenetet hordoz a társadalmi felelősségvállalás szempontjából. Bárány László ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a cégcsoport mintegy 2500 munkavállalója él Szabolcs-Szatmár-Berekben, rájuk is gondoltak, amikor elhatározták, segítenek a kórháznak. Az üzenet úgy szól, hogy azok a vállalkozások, akiknek a lehetősége, az anyagi eszköz rendszere megengedi, ha nem is ilyen nagyságrendben, fogadjanak örökbe egy kórtermet vagy kettőt, és hajtsák végre azokat a korszerű, javító és magas minőségi értéket megtestesítő beruházásokat, ami alapján ők is úgy fognak este lefeküdni, és másnap reggel felkelni, hogy ma valami értékeset és fontosat tettem. Bárány László hozzátette, az egészségügy támogatása nem csak nemzetgazdasági feladat. Ennek jeleként korábban Kisvárdán 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli nagyvállalattal közösen 20 millió forint értékű ultrahang készüléket adományoztak a Szent Damján Görög Katolikus Kórháznak. Emellett pedig a Bárány család olyan kulturális eseményeket is jelentős összegekkel támogat, mint a nyíregyházi Kappan Fesztivál, vagy épp a több mint egy héten át tartó Vidor Fesztivál. Egy modern, 18 tonnás tűzoltógépjármű fecskendő Nyíregyházán, egy pedig Mátészalkán állt szolgálatban a napokban. A jármű 4000 liter vizet, 250 liter habképző anyagot és teljes rajokat tud szállítani.
Sőt, az első e-oltólándzsa is megérkezett az eszközparkba. És bár elektromos jármű még nem gyulladt ki a Vármegyében, ha megtörténne, ezzel a speciális szúrótüskés eszközzel tudnak majd beavatkozni a tűzoltók. Ahhoz, hogy biztonságosan végrehajtsák a beütést, egy úgynevezett távtartó becsavarásával, illesztésével, illesztését is végre kell hajtani, hiszen megfelelő távolságba kell, hogy álljon a beavatkozó tűzoltó kollega, mármint a beütéstől is, illetve az akupaktól is. Az egyik ugye egy mechanikai sérülés is ne szenvedjen el a beavatkozó kollega, illetve a beütés résznél esetleg az akkumulátorból kifröccsenő részek ne okozzanak sérülést. Speciális e-oltólándzsa összeszerelését mutatják a tűzoltók. Világszerte egyre több az elektromos meghajtású jármű, amelyben ha tűz keletkezik, speciális eszközökkel kell beavatkozniuk a szakembereknek. Ezek akkumulátorait ugyanis profilozott lemezekkel, pajzsokkal védik, ami megakadályozza az oltó és hűtőanyag megfelelő helyre történő hatékony bejutását is. Ezért van szükség szúrótüskés eszközre, amit egy 5 kg-os kalapács segítségével 5-6 határozott mozdulattal ütnek az akupakba. Magyarországon már több helyen alkalmaztak ilyen e-oltólándzsát. A tapasztalatok szerint a 600-700 fokra felhevült akkumulátor részeket rövid időn belül 60-80 Celsius fokra tudja lehűteni. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hála Istennek még nem történt meg a debütálása ennek az eszköznek. Minden esetre jobb felkészülni. A speciális e-oltólándzsa mellett MAN típusú járművekkel is gazdagodott a katasztrófa védelem. 2023. december közepén Budapesten ünnepélyes keretek között adtak át 37 darab új MAN gépjármű fecskendőt. Ezek közül kettő ide Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe érkezett. Egyike itt mögöttünk látható Nyíregyháza hivatásos tűzoltóparancsnokságra, a másik pedig a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltóparancsnokságra került. Rövid technikai felkészítés, illetve a humán feltételek biztosítása után Máté-Szalkán február végén, Nyíregyházán itt pedig március elején állítottuk készenlétbe, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve Nyírség 1-es, illetve Máté 1-es hívónévekkel erősítik az adott tűzoltóság mentő tűzvédelmét, sőt tovább megyek, riasztási rendszerünknek megfelelően nem csak itt Nyíregyháza vagy Máté-Szalka környékén, hanem az egész vármegyébe, sőt szomszédos vármegyékbe is bevethetők ezek a gépjárművek. Így már több tucat tűzoltó gépjármű fecskendő van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az új 320 lóerős, 18 tonnás jármű 4000 liter vizet, 250 liter habképző anyagot és teljes rajokat, vagyis 6 tűzoltót tud szállítani. Mivel egy új technikáról beszélünk, ugye itt például a légzőkészülékek is egy újabb, modernebb, a tűzoltókra figyelő kis számítógépet például hordoznak a hordkeretükön, tehát ezekre mindenféleképpen fel kell készülnünk, ezeknek az új technikáknak ugye az üzemeltetését el kell sajátítani. Természetesen az alapvető szabályokat ugye minden már elsajátították, a tűzoltók tudják ezeket az eszközöket használni, mégis a speciális jellemzőkre külön képzéseket szervezünk, de egyébként tehát minden technikai eszköznek nekünk van egy továbbképzési tervünk, egy éves továbbképzési tervben minden évben készül egy ilyen terv, és ebbe ugye bele vannak foglalva a meghatározott gyakorisággal ezeknek, akár ezeknek a technikai eszközöknek is a készségszintű használata, hogy történjen meg. A járműben van sávtartó és menetstabilizátor is, valamint automata sebességváltó, amely megkönnyíti az utazást, ezáltal tovább növeli a tűzoltók munkájának hatékonyságát. Péntektől immár a héten már másodszor tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak, írja a Holtankoljak. A benzin beszerzési ára bruttó 7 forinttal emelkedik, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára 5 forinttal lesz több a hét második felében. Amennyiben a fenti árváltozás érvényesül a kiskereskedelmi árakban is, úgy átlagosan a 95-ös benzin literjéért 631 forintot, a gázolajért 648 forintot kell fizetni. Több napos előadássorozatot szervezett a Nyíregyházi Egyetem a Vízvilágnapja alkalmából. A rendezvényeken minden évben a programban résztvevő általános és középiskolák diákjai, valamint a kampusz hallgatói vesznek részt. Az előadásokon a víz élő világban betöltött, nélkülözhetetlen szerepét mutatják be a fiataloknak. Tehát itt úgy néz ki, hogy ami algák ebben benne voltak, ezek mikroalgák,
mivel hogy átmentek a szűrőn. A vízminőséget vizsgálják a hallgatók a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetében. Itt éppen a biomassa egy részét szűrték le, majd a mikroalgás víz egy újabb eljárással már teljesen áttett szővé vált. Az intézet munkáját és a víz élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepét a Víz Világnapja alkalmából szervezett eseményen mutatták be az érdeklődőknek. Az, hogy jelenleg milyen a vízkészletünk helyzete, azt a területi vízgazdálkodási tanács szakembereitől tudom, évről évtizedről évtizedre csökkent. Tehát van egy vízkészlet csökkenési tendencia. A másik probléma, ami a felmelegedés során, amit tapasztalunk, ugye egyre rapszódikusak a víz, az esőzések, illetve a szárazság, száraz időszakok. Mindenképpen a stratégia szerintem, vélemény szerint a víznek a megtartása, víznek a megtartásán legyen a prioritás, nem pedig a víznek az elvezetésén. A hallgatók több kutatásban is részt vesznek az egyetemen. Az őshonos hínárfélék és az invazív módon terjedő növények kölcsönhatását is vizsgálják a fiatalok a kampuszon. Az alámerült tócsagaz, valamint egy invazív, a felszínen úszó vízi saláta nevű növény közötti kölcsönhatást vizsgáljuk. A kutatásból az derül ki, hogy eltérő vízminőséget eredményez, ha valamelyikből több van. A vízi saláta leárnyékolja a tócsagazt, a tócsagaz pedig a tápanyagokat vonja ki a vízből, és azáltal megakadályozza, hogy az invazív növény elszaporodjon az élővizeinkben. A Nyíregyházi Egyetem évek óta szervez előadás sorozatot a Víz Világnapja alkalmából. A programban résztvevő általános és középiskolások, valamint a kampusz hallgatói terepen és laboratóriumi környezetben is tanulhatnak a víz ökoszisztémában betöltött szerepéről. Gondoskodó egyetemet alkotunk, lelkileg is erős közösséget építünk. Ez a jelmondata a Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központjának. Szervezésükben a Boldogság Világnapja kapcsán tartottak előadást a boldogság keresésről. A hallgatók útravalókat kaptak ahhoz, hogy életminőségüket miként tudják javítani, illetve esetleges elakadásaikat hogyan tudják feldolgozni. Talán nem is kezdődhetne mással, mint zenével egy olyan előadás, mely a boldogság fogalmát boncolgatja. A boldogság szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következőképpen határozható meg. A boldogság egy olyan pozitív érzelmi állapot, melyet az elégedettség, öröm és elégedettség érzet jellemez. Számomra elsősorban a családot jelenti, mivel ők a legfontosabbak számomra, és őket szeretem a leginkább. Velük leginkább ilyen, amikor elmegyünk kirándulni, vagy elmegyünk ilyen közös bálokra, és ott szórakozunk együtt, vagy ugye az otthoni programok, úgy együtt vagyunk, meg számomra, hogy ilyen az én kedvenc tevékenységeim, meg csinálunk, vagy hobbiaimat, mint például, hogy szeretek olvasni, és azzal, hát el vagyok vele, jól szórakozom, szeretem. Nagyon fontos eszköz és nagyon fontos végcél az, hogy a Nyíregyházi Egyetem hallgatója boldog legyen, mondta el Körei László egyetemi oktató, a mentálhigiénés és az esélyegyenlőségi központ vezetője. Szó esett wellbeing stratégiákról és a boldogságkutatás aktuális tendenciáit is számba vették a lélekemelő délutánon. Be fogom mutatni Szonya Lubomirszkinek azt a modelljét, ami nemzetközi kutatásokon alapul, ugye tudomány népszerűsítő jelleggel is jöttünk ma itt össze. Azt a modellt, amely bemutatja, hogy alapvetően 50%-ban öröklött, és további 50%-ban szerzett faktorok azok, amelyek az egyéni jóllétet, az egyéni well-beinget, az egyéni boldogságot meghatározzák. És azt a szemléletet kívánom a tisztelt hallgatóságnak és valamennyi egyetemi polgárnak közvetíteni, hogy bármilyen magánéleti, családi, életvezetési problémánk van, ezzel szembesülve az egyén manőverezései, az egyén teherbíró képessége, megküzdő ereje mutatja meg a boldogság igazi faktorát. Tudunk örülni egy tárgyajándéknak, tudunk örülni egy emberi kapcsolódásnak, egy élménynek,
az időjárásnak számos apró öröm élvezetéből alakul ki a boldogság faktor az egyénnél, és be fogom mutatni azt a toxikus pozitivitási faktort is, amellyel át lehet billenni a másik oldalra. A központ vezetője arról is beszélt, hogy hogyan vagyunk felelősek a saját mentális jólétünkért, melyet nagyban befolyásolnak az elsajátított megküzdési technikáink. Nagyon nagy része rajtunk múlik, a mi mentális tükrünkön, a mi nézőpontunkon és a mi keresztmetszetünkön, hogy minek tudunk igazán örülni. Ha valaki nekem azt mondta volna 3 évvel ezelőtt, hogy itt a szomszédunkban háború lesz, akkor én szakemberként is azt mondom, hogy ez szinte teljesen lehetetlen, és ma itt vagyunk. Ma tudunk örülni annak, hogyha béke van a gondolatokban, béke van a lelkekben, és a fölösleges konfliktusainkat kizárjuk. Ha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja, vagy 4 évvel ezelőtt azt mondja, hogy egy világjárvány bezáratja a fél országot, és megváltoztatja az élethelyzetünket, online oktatásra állunk át, hibrid munkavégzés, a társas kapcsolataink valamilyen szinten sérülnek, akkor szintén azt mondom, hogy ez elképzelhetetlen a 21. században. És megéltük, átéltük, túléltük, azzal a fajta manőverezéssel, hogy megtaláltuk abban is azokat a proaktivitási faktorokat, amelynek mentén berendezkedtünk egy olyan létbe, hogy ez nem fog örökké tartani. Munkahelyi és szervezeti mentálhigiéni címmel jelent meg az az egyetemi tankönyv Körei László tollából, amely segítséget nyújt abban az olvasónak, hogy hogyan szervezze mindennapjait egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb élet felé. Elkezdődtek a 7 tenger meséje olvasó próbái Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színházban. A 3 szereplős játékban megjelenik a tengerész és egy griffmadár is, hogy bevonja a gyerekeket a történetbe. Az ehhez hasonló interaktív előadások célja nem csak a szórakoztatás, hanem hogy rendszeres színházlátogatókat neveljenek a fiatal generációból. Éjjel álmomban megint meglátogatott az én tengerészem. Ma a víz alatti városokról mesélt, ahol az emberek is csak halak. A cifrahölgyek mind lazacok, a tőkehalak rémes, öreg gyárosok, a heringek meg henyélő fiatalurak. De jó volna látni. Ebben a néhány mondatban is rengeteg olyan motívum szerepelt, amely elengedhetetlen egy igazi tengeri meséhez. A kis hableány és a fából faragott királyfi után a bolygó hollandi történetét állítja színpadra Sedjánszky Nóra Nyíregyházán. A napokban kezdődtek el a mindössze 3 szereplős darab olvasó próbái, amely álmokról, varázslatokról, életünk kalandjáról szól, vagyis egy külső-belső utazásra hívja a nézőket. Mint hogy kicsiknek készül, fontos a külső is, tehát hogy legyen látványos, legyen játékos, ugye a gyerekek nagyon szeretnek játszani, nagyon szeretnek utazni, máshová, más valakinek képzelni magukat, de nekem rendezőként, alkotóként a belső az legalább ilyen fontos. Tehát én minden egyes alkotó folyamatnál, minden egyes próba folyamatnál, akkor is, amikor dramaturgként dolgozom, nagyon fontosnak érzem azt, hogy honnan, hová tudok én magam eljutni, és természetesen hová tudom eljutatni adott esetben rendezőként a többieket is. A szeretetről és az otthon megtalálásáról szóló mese nem csak elfogadásra tanítja a gyerekeket, de jó esetben rendszeres színházlátogatókat is nevelnek így az alkotók. Ehhez pedig nem csak a magával ragadó történet és színészi játék kell, hanem az is, hogy bizonyos szinten a kicsik is a mese részévé válhassanak. Én nagyon féltem, amikor először csináltam ennek a korosztálynak mesét, mert semmilyen tapasztalatom nem volt, és azt tapasztaltam viszont a kis hableánynál, hogy nagyon lelkesek, nagyon nyitottak, nagyon fogékonyak, ugyanakkor, mivel ez történetmesélős mese, tehát azért van benne egy lineáris történet, arra nekünk vigyáznunk kell, és nekem rendezőként mindenképpen vigyáznom kell, hogy ne vonódjanak be túlságosan. Tehát legyenek a részesei a történetnek, ki lehet hozzájuk időnként szólni, rájuk lehet, sőt kell is nézni, tehát folyamatosan érezniük kell, hogy ők a történet részesei, valamilyen módon ők is ott vannak abban a teremtett világban, amit látnak, de muszáj, hogy megmaradjon az, hogy mi tudjunk mesélni. A 7 tenger meséje című darabot április 12-től láthatja a fiatalabb korosztály Nyíregyházán, a Bárány Frigyes stúdióban. Nyírbátori győzelemmel zárult a férfi asztali tenisz NB2 északkeleti csoportjának Szabolcsi rangadója. A bátoriak 10-8-ra nyertek Nyíregyházán az NVSC Eismann első csapatának otthonában. 13 fordulót követően az NVSC Eismann a 7., a nyírbátori ASE pedig a 8. helyen áll a 10 csapatot számláló táblázaton.
Két asztalon pattog a labda az NVSC Eiszman termében. Az NB2 északkeleti csoportjában a Nyírbátorral játszik vármegyei rangadót a házigazda. Korábban Nagykáló, Apagy, Kemecse és Nyírbátor számított a férfiaknál a sporták bázisának a vármegyében, néhány évvel ezelőtt pedig Nyíregyházán is elkezdtek építkezni Sallai Zoltán irányításával. Nagy segítségemre volt ugye először is a szerencse, hogy ide kerültem, és itt nagy tervekkel ugye beszéltünk az igazgatóval és a helyettesével. Láttam, hogy nagyon akarják, nagyon szorgalmasak, mindent beleadnak, amit tőlük telhető. Nekem a szakmát kellett hozzáadnom, és így ugye az évek során mindig léptünk egyre feljebb és feljebb. Először ugye egy csapattal, ugye megye osztályban kezdtük, aztán ahogy javultak a játékosok, már két csapattal megye osztályban. Később ugye sikerült a egyik csapattal megnyerni a megyeit, akkor felkerült az egyik csapat NB3-ba, és akkor így lépcsőzetesen építettük fel ugye az előre megtervezetteket, és most már jelenleg négy csapatunk van. Egy NB2-es, két NB3-as és egy megyei csapatunk van. Fiatalok, öregek, mondjuk azt, hogy nem öregek, tapasztaltak, tapasztaltabbak, és ugye jelenleg most zajlik ugye az egyik rangadó az NB2-es csapatunknak. A nyírbátori Jase korábban évekig szerepelt a legmagasabb osztályban. Most az NB2-ben játszik a csapat, de a háttérre nem panaszkodhatnak a játékosok. Nagyon jók a körülmények, hát sajnos a munkahelyek, iskolák a fiatalokat elvezényelték tőlünk. Hát most kezdjük előről. Ugye megmaradt egy kis Zsolti, ugye van egy Máté Dávid, aki ott jár hozzánk, nálunk jár gimnáziumban, ő játszik, van egy Nagy Károlyi srác, Barnus, meg én, meg kis Zoltán Apagyról. Sallai Zoltán 83%-os teljesítménnyel az ötödik legeredményesebb játékos az északkeleti csoportban. A rutinos asztali teniszező több szerepkörben is forgatja a pingpongütőt. Pingponggal foglalkozok minden nap, hiszen ugye edző is vagyok itt egyben, meg ugye magamat is edzenem kell. Úgyhogy magamat edzeni elvileg, ugye, hát már ismerem a testemet, tudom, hogy mennyit engedhetek meg magamnak, minden nap a teremben vagyok. Hát saját magam részéről 2-3-at tudok edzeni, attól függ, hogy milyen állapotban vagyok, és ugye a többiekkel meg ugye foglalkozom, mint edző. Tehát mindig a teremben vagyok, ütő mindig van a kezemben, csak valamikor edzői szerepben, valamikor játékos edzői szerepben játszom. A mérkőzést végül a vendégek nyerték 10-8-ra. Az északkeleti csoport tabelláját az Apagy Ese vezeti 37 ponttal. Az NVSC Eiszman első csapata 23 ponttal a hetedik, a Nyírbátori Ese pedig 21 ponttal a nyolcadik helyen várja a folytatást. Kedves nézőink, híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főpírei még egyszer, de már csak néhány mondatban. Átadták a nyíregyházi Józsa András Tab Kórház 285 millió forintból felújított hotel részlegét. A beruházáshoz szükséges pénzösszeget a kisvárdai Master Group cégcsoport ajánlotta fel az intézmény számára. A négy csillagos szintű med hotelben magasabb színvonalú ellátást biztosítanak a műtét után lábadozó betegeknek. A víz békét teremthet, de konfliktusok forrása is egyben, erre hívják fel a figyelmet idén a szakemberek a vízvilágnapja alkalmából. A Nyíregyházi Egyetem minden évben előadássorozatot szervez a világnap kapcsán. A többnapos rendezvényen, terepen és laboratóriumi környezetben is szemléltetik a hallgatóknak, valamint közép- és általános iskolás diákoknak a víz élővilágban betöltött nélkülözhetetlen szerepét. Új járművekkel és eszközökkel gazdagodott nemrégen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Egy modern 18 tonnás jármű Nyíregyházán, egy pedig Mátészalkán állt napokban szolgálatba, valamint az első e-oltóláncsa is megérkezett a vármegye székhely eszközparkjába. Március 21-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták 7 órakor. Friss hírműsorra a legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is várjon Önöket a weboldalunk. Én pedig már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, jó pihenést, viszontlátásra!
Pénteken több helyen zavarhatják gomoly felhők, illetve fátyol felhők a napsütést. Napközben főként a Duna vonalától keletre alakulhat ki kisebb eső, futó zápor. A szél a középső tájakon megélénkül, a keleti tájakon jellemzően mérsékelt marad. Napközben 11 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk.